Budapesti útját megelőzően majdnem 8 hónapja nem járt hivatalos látogatáson Vlagyimir Putyin uniós tagállamban. Az orosz nagykövet azt mondta, stratégiai lendületet adhat a kétoldalú kapcsolatoknak a látogatás, és a gázszerződés lesz a legfontosabb téma. Szakértők szerint ugyanakkor Putyin egyszerűen csak meg akarja mutatni, hogy nincs elszigetelődve Európától. Orbán Viktor tavaly januárban látogatta meg az orosz elnököt Moszkvában. Az akkori titkolózás után aláírták Magyarország történelmének legnagyobb beruházását. Most is hasonló a forgatókönyv, aláírás lesz, de a tartalmáról semmit sem tudni. Egy lehetőség a 20 éve kötött, 2015-ben lejáró orosz-magyar gázszállítási szerződés. Senki nem tudja megmondani, hogy a következő 2-3 évben mi lesz az ésszerű ár. Ezért hosszú távú elkötelezést sem kellene vállalnunk, a régi szerződés meg lejárt, és holnap reggel is fűteni kell a háztartásokban. A Népszabadság szerint azonban nem igaz, hogy ha lejár a régi szerződés, akkor nem lesz mivel fűtenünk. A fogyasztás csökkenése miatt az elmúlt években 15-20 milliárd köbméter gázt nem vettünk át abból, amire 95-ben szerződtünk, és mint írják, a két ország szakcégei már korábban megegyeztek az át nem vett gáz későbbi leszállításáról. Az ukrán konfliktus kirobbanása óta kifejezetten fagyos Vlagyimir Putyin viszonya a nyugati országokkal, bár sűrűn találkozik vezető európai politikusokkal az Unióban hivatalos látogatáson, utoljára 2014. júniusában volt Ausztriában. Most nem olyan napokat, heteket élünk, amikor Putyinnal kéne parádézni, meg kellene várni egy bölcs diplomáciának, hogy megindul ez a béke folyamat. Vlagyimir Putyin 1999 óta ül az orosz miniszterelnöki vagy elnöki székben. Oroszország korábbi legnagyobb külföldi befektető cégének a vezetője azt mondta a CNN-nek, hogy ez alatt ő lett a világ leggazdagabb embere. Bill Bowder szerint Vlagyimir Putyin a hatalomban töltött első 8-10 évét azzal töltötte, hogy annyit lopjon, amennyit csak tud, és 200 milliárd dollárra becsüli a vagyonát. Csak összehasonlításképp Bill Gates vagyonát 76 milliárd dollárra becsülik. Itthon a Jobbikon kívüli ellenzék ki van akadva a látogatás miatt. Az Együtt szerint történelmileg elhibázott lépés az orosz elnök fogadása. Nagyon komoly félelem van abban, hogy Vlagyimir Putyin holnapi látogatása szintén valamiféle titkos szerződéssel fog végezni, amelyről csak később fogunk tudomást szerezni. Fodor Gábor szerint pedig nem Magyarország, hanem Orbán Viktor érdeke a Putyin látogatás. Ő tudja pontosan, ő tudja, hogy mik azok a személyes alkuk a háttérben, amelyekről meg akar állapodni. Tobias József azt mondta a Világgazdaságnak, hogy a szombati megbeszélésükön Orbán Viktor közölte, nem fognak hosszú távú gázszerződést aláírni Vlagyimir Putyinnal. Elképzelhető tehát, hogy a látogatásnak csupán szimbolikus jelentősége van a kiélezett világpolitikai helyzetben. Putyin nyet, Európa igen. Adásunk idején ezzel a jelmondattal vonul egy Putyin ellenes tüntetés Budapesten. Most a helyszínre kapcsolunk, a menettel tart Cinegel László. Laci, helyzetjelentést kérek tőled. Jó estét kívánok, szervusz! Ezekben a percekben érkezik meg a tömeg a Blahalóza térhez. Kollégám most mindjárt megpróbálja megmutatni, hogy körülbelül mennyien lehetnek. Nem tudom megbecsülni, mert hogy a téren ugye nagyon sok volt, ahogy azt korábban is beszéltük, a keleti pályaudvarra tartó, illetve a keleti pályaudvarról távozó tömeg. Sokan jöttek össze, az mondjuk látszik már a felvételeken. És a tervek szerint a szervezők azt mondták, hogy nagyjából 7:30 és 8 óra között érkezik meg a célállomáshoz, vagyis a Bajcsy-Zsilinszky út és a Podmanicki út csarkánál felejtett színpadhoz a tömeg, és ott mondják majd el azt a három beszédet, amit a tervek szerint beterveztek mára. Sokan skandálják egyrészt az Európát, illetve Orbán Viktor távozását és a Fidesz szídják, illetve a távozását követelik. Ennyi tehát innen a helyszínről, későbbiekben természetesen beszámolunk a további eseményekről. Köszönöm szépen!